four bars of each. One, two, one, two, three. Nekem régi meggyőződésem, hogy bizony a 21. század Magyarországának az egyik legfontosabb jelensége az az, hogy felnövőben van felnőtt egy olyan új nemzedék, amelyiknek a szocializációja az bizony sokban különbözik mindattól, amit a régi nemzedék, jelesül adott esetben én vagy a velem egykorúak gondoltak, gondolhatnak, gondolhattak a világról. Bizony már úgy, hogy benne vagyok a korban, el tudom mondani, tisztelettel tudom mindannyiatoknak jelezni, hogy önmagában az életkor nem teljesítmény. Hogy bizony a fiatalok azok igyekeznek kritikusan gondolkodni a világról, és igyekeznek természetesen meghallgatni kellő tisztelettel szüleik, tanáraik, edzőik, pedagógusaik, bárkinek a gondolatait a világról, de tisztelettel kérik, hogy egyébként aztán a saját véleményüket önmaguk alakíthassák ki. Fiatalnak lenni az nem a komolytalanság szinonimája. Nagyon örülök, hogyha mindenki kellő tisztelettel, de tacosan azt mondja, hogy ő fiatal és nem komolytalan. Ahogy szülők egymás között szokták mondani, hogyha az embernek van egy gyermeke, akkor az gyerek és nem hülye. A fiatalság étosza nem csak korosztályi szempontból, de korosztályi értelemben is végigvonul a magyar történelmen. Hogyha belegondolunk abba, hogy a magyar történelem legjelesebb eseményeinek kik voltak az alakítói, akkor szinte kivétel nélkül mind fiatal, korban, gondolkodásmódban és stílusban is fiatal emberek azok, akikre emlékezünk. Nem hiszek abban, hogy a fiatalokat ne érdekelni a politika. Minden időszak, ha tetszik, minden nemzedékhez tartozó fiatalokat a maguk módján érdekli a politika. Fiatalnak lenni az egy nagyon-nagyon sokszínű élethelyzet. Fiatal a 17-18 éves, meg a 22-23 éves, meg a 29-30 éves is, és már önmagában kinek-kinek a személyes életében teljesen más problémákat, teljesen más gondolatokat, teljesen más törekvéseket jelent. De 17-18 éves és 17-18 éves között is különbség van. Tudom, nem mondok nagy okosságot, eddig se talán, de azért lehet, hogy ez nem igaz. 23-24 éves és 23-24 éves között is van különbség. Szerintem ugyanolyan fontos a 21. század Magyarországának azok a fiatalok, akik szabadidejükben rohannak táncházba, mint akik a repzenét imádják. Ugyanolyan fontosak azok a fiatalok, akik egyébként alig várják, hogy végre újra összeálljon a Kispál és a Borz, és ott lesznek azon a koncerten, mint akiknek egyébként feláll a hátukon a szőr, hogyha ezt a zenét meghallják. Én egyébként nem ebbe a kategóriába, hanem a lelkes rajongó kategóriába tartozom, és egyébként tuc-tucnak mondott zenére szörnyűséges fényhatások közepette, egyesek szerint rángatózásnak tűnő testmozgást végezve táncolnak vagy szórakoznak. Mindenki fontos. És mindenki trendi. Bizony, a világon az egyik legismertebb fiatal embert azt úgy hívják, hogy Mick Jagger. És bizony, a fiatal az nem csupán reggel otthon van, állókép, család. Bemegy az iskolába, állókép, oktatásügy. Délután elmegy sportolni, állókép, sport. Utána találkozik a barátaival, fiatalok szabadidő eltöltése, állókép. Utána elmegy felvételi előkészítőre, felsőoktatás. Hanem a fiatalok ezek között, az életterek között mozognak. És amikor reggel iskolában mennek, akkor is fiatalok. Az iskolából elmennek sportolni, akkor is fiatalok. Amikor a sportolás után a barátaikkal találkoznak, és a két kép között vannak, akkor is fiatalok. Fiatalnak lenni az mozgókép. Az egy folyamat, az egy állapot. A Fidelitas sokat tesz annak érdekében, hogy minden magyar fiatalt mindenki komolyan vegyen Magyarországon. Ezért örülök, hogy itt lehettem, és örülök, hogy megtiszteltetek a figyelmetekkel. Köszönöm szépen!